Úrsa, ezek miket lőnek közben? Jó, menjünk, meg kell kássuk itt a kesztyűt, ők rabolták lőni sár. Gyerünk! Úrsa, ők is lőnek közben, az a baj, srácok, meg nagyon örülök, és jó hangos a helikopter! Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Srácok, most szépen be is fejeztük a videót, és hát akkor üdvözlök mindenkit! Corby is here, elékeztük egy olyan videóhoz, amelyben ma, ahogy látjátok, itt nagyban vagyunk az új lakásba, az egyik barátommal, hello, ő pedig a jacuzzit használja, és hát bemutatom nektek először a házat, mert ez véletlen luxus, ő építette amúgy, nézzek, hogy itt a TV, minden van itt az ágy, játékgépek, ez itt a ilyen mosó, konyha, illetve fürdő egybe, itt van az alsó emelet, az alsó emelet egy hatalmas étkező, itt is van egy TV, ahogy látjátok, itt van egy ilyen másik WC, meg ilyen kézmosó rész, itt ugyebár a konyha, itt a kávé, meg ilyesmi, itt a hátsó kert, srácok, nagyon-nagyon menő, itt ugye itt a konyha, ahogy mondtam, itt van a fantasztikus kis motorom, illetve a garázs rész, és hát akkor, hogyha megyünk, akkor kinyitom a garázst, és hát akkor megyünk is a munkahelyre, srácok, egy fantasztikus laboratóriumban dolgozok, mindjárt megmutatom nektek, ide itt is, el is érkeztünk ide, így, ez itt egy ilyen másodlagos laboratórium, de ez a fő munkahelyem, ez itt, srácok, és ha amúgy szeretnétek még ilyen videókat, tehát nektek is tetszett a ház, akkor csak most hatalmasan lájkot iratkozzatok fel, és a zsengőt se felejtsétek el nyomni, ugyanis ezzel engem nagyon öltöttek támogatni, de felejtsétek el, vannak is mint a serékek, link a leírásba, és vásároljatok is, lehetek tényleg, mondjuk van pulcsi bögre, táska kirakós, meg 100 millió brutális a mélyűségű termék, szóval vásároljatok. És hogy látjátok, itt van ez az én részem, itt éppen egy fantasztikus kalapácson dolgozok, ami eszméletlen erős lesz, ilyen brutális képessége lesznek, majd ezen még dolgozok. Viszont először megnézem a postaládát, mert itt van, hogy hát kaptam valami üzenetet. Ó! Oh! Ezek eddig nem voltak itt, gondolom a munkatársaim, a többi tudós hagyta itt nekem, viszont hagytak egy üzenetet, olvassuk csak el. Corby, tegnap este a zombi katonák elrabolták a titkos fegyverünket, amit nemrég találtunk fel. Szerezd vissza egy különleges, vagy különben elpusztul az egész világ. Hogy mi, srácok? Úsen, azt nem tudom, tudjátok-e, de van egy nagyon-nagyon nagy gonosz, mindjárt megmutatom nektek, srácok, csak ide fel, elmutatom, hogy motorra elmegyek odáig. Szóval itt a közelben van egy hadseregnyi zombi, akiknek fegyverük van, meg minden, látjátok, ott vannak, szóval az az ő bázisuk, nagyon-nagyon erősek, mindegyiknél fegyver van, és ezek szerint elrabolták azt a fegyvert, amit mi találtunk fel nemrég, ami konkrétan egy kesztyű, ami képes az egész világot irányítani, srácok. Szóval, hogyha az most náluk van, az nagyon nagy probléma, vissza kell szereznünk, nézzük, milyen fel. Először is kaptunk egy fantasztikus gyémánszettet a többi tudóstól, illetve egy pajzsot. Hát ez a pajzs az nagyon-nagyon menő, és ó, el is lehet dobni! El is lehet dobni, srácok, hát az ilyen menő nézek, és vigyen vissza hozzám, és wow, nagyon-nagyon menő. Kaptunk egy fegyvert, wow, srácok, ez elég menő, nézzük csak meg. Falusi! Wow, oké, lehet vele lőni, zseniális. De ahhoz vagyok, srácok, várjuk meg az estét, lopozzunk be abba a katonai bázisba, öljünk meg pár zombit, aztán szerezzük meg vissza azt a kesztyűt, és vigyük vissza a laboratóriumba, ez a küldetésünk, szóval én most szépen megvarom, hogy este legyen, aztán pedig let's go. Jó van, srácok, leszállt az est, és pár zombi katona már ki is jött innen szépen, ezeket szépen le kell lőnünk, és hát közben szálljunk fel a motorra, és induljunk meg szépen. Közben, igen, közben is tudunk lövöldözni. Jó, menjünk, ott egy katonai helikopter, ó, srácok, no. Jó, menjünk. Gyorsan, úgyse jönnek közben. Oké, itt vannak. Jó van, menjünk. Gyerünk, oké, ők is lőnek, gyorsan vegyük fel szépen akkor a shieldet. Jöhettek, bátran, gyertek, úgyse, mi van? Gyerünk, oké, ez a töltéménység elég lesz. Úrsa, itt van mindenki! Nézzek meg, ilyen erősek, srácok! Be kell mennünk! Jó! Oké! Lő! Úrsa, de ők is lőnek! Jó, vissza, aranyalmelvés! Itt egy helikopter, itt egy katonai helikopter! Azt is le kell lőnünk! Úrsa! Úrsa, ezek miket lőnek közben? Jó, menjünk! Meg kell kássuk itt a kesztyűt, ők rabolták lőni sár! Gyerünk! Úrsa! Ők is lőnek közben, az a baj, srácok, meg nagyon örülök, és jó hangos a helikopter! Ez az! Jó, az meghalt, az meghalt! Gyertek! Újra töltök, gyerünk! Oké, menjünk vissza a bejárathoz, muszáj ez lennünk. Áó, ők is lőnek. Itt beszökünk, srácok. Így, oké, let's go! Nem, ez ide mi ott lett? Gyertek! Úrsa, mennyien vannak, srácok, de erősek! Jó, gyorsan aranyalma. Áó, az nem jó. Gyertek, ha tudtok. Jó, most be fogunk rohanni, nincs más opció. Let's go! Oké, meghalt. No. Azaz, hogy mindenhonnan lőnek konkrétan. Áó, oké, menjünk. Most! Ha tudunk, be kéne mennünk. Oké, most mindjárt sikerül. Nem sikerül, egyszer nem tudok bemenni. Aranyalma, gyorsan, hol az aranyalma? Hova dobtam az aranyalmát?
Eltűnt, ja itt van nálam, megtaláltam. Jó, be kell mennünk konkrétan, nincs más opció. Gyerünk. Jó, most, go! Bent vagyunk, futás! Ne, srácok, nagyon erősek. Hol is itt, srácok? Hosszú idő volt, nagyon nehéz, de ahogy láttatok, szépen megtisztítottam itt a területet, konkrétan az egészet. Nagyon-nagyon nehéz volt, és csak annyi a dolgunk, hogy menjünk szépen, és hát szépen keressük meg, hogy hova rejthették el a fantasztikus kesztyűt. Nem tudom, merre lehet igazából, srácok, jó nagy ez a bázis, ahogy látjátok, szóval nem egy kis dologról van szó. Konkrétan ezekkel küzdöttünk már évek óta a szomszédos faluval. Ott vannak, igen, és merre lehet a kesztyű? Merre lehet a kesztyű? Még amit én sem tudom, hogy mit tudnak mit igazából, srácok, mivel hogy ugyebár a tudós társaim találták fel azt a kesztyűt. Nézzük csak meg. Itt egy láda. Ebbe van! Megtaláltam! Let's go! Megvan, srácok! Itt is van a kesztyű! Jól van! Hát akkor ezek meg is van, akkor annyi a feladatunk, hogy fogjuk, és visszaviszik a laboratórium, akkor annyi kéten ennyi a feladatunk. Hogy kéne kimenni itt a kiárat? Amúgy még is tudom, mit tud ez a kesztyű, nézzük meg! Ó, ez mit csinál? Ó, egy pajzsot van magunk köré, nem is rossz, nézzük még mit tudunk. Azt mondja, van egy ilyen. Hoppá, ó, ez a fekete lyukat hozok létre, amit már egyszer próbáltunk. Wow, ezt véletlen, nézzétek meg, srácok, és de menő, oké. Nézzük meg, mit tudok. Blokkokat emelgetni és eldobni, jó van, ez se rossz. Tudunk ugyebár létrezni, igen, ezt tudom. Srácok, mit szóltok ahhoz, hogy mielőtt visszavinnénk a laboratóriumba ezt a kesztyűt, szépen megtrollkodnánk a barátunkat, mert hát miért is ne menjünk, csak szépen menjünk oda a házához. Szerintem most éppen alszik, szóval elég érdekes lesz, menjünk szépen és trollkodjuk meg. Jó, srácok, menjünk, hozzá. Mi ez a bódi, ez most épült ide, vagy mi? Gondolom most építette ide a barátom. Ó, mi ez? Kormi raktárja? Ó, de kedves, rakott nekem ide egy csomó halat, nagyon-nagyon jó fej, jó, ezt a raktárat ezt nem bántjuk, ez fontos lesz nekem, később imádom a halat, srácok. Viszont ő valószínűleg alszik, szépen trollkodjuk csak meg. Oké, úgy látszik, tényleg alszik. Ó, itt már gondolom volt este vacsora, mert itt készített nekem vacsorát, úgy látszik, de kedves, de akkor is megtrollkodom. Na, először is, srácok, megkeressük, aha, itt alszik, várjátok, srácok, van egy ötletem. Először, nem tudunk láthatatlanok lenni, nem baj, figyeljétek, megfogjuk. Ó, nem ébredt fel, és beledobjuk a vízbe, aztán pedig elfutunk, hogy ne lásson minket. Gyorsan a hideg vízbe, 1, 2, 3, futás. Na, felébredt. Igen, meg is ilyet, jó, oké, bújjunk ide a fürdőszobába, így né, és innen pont látjuk, ahol most megy vissza aludni. Visszamegy aludni. Látod minket? Hello! Kormi, itthon vagy? Hát, igen, most értem haza a munkából. De nekem még mennem kell dolgozni, szóval várj egy picit, egész este dolgozni fogok. Mit csináltál? Dolgozok, és most is dolgozni fogok, szóval menjél aludni nyugodtan, menjél csak bátran. Hú, srácok, majdnem lebuktunk, ez elég közel volt. Most visszamegy aludni? Hát, srácok, nézzük meg, miket tudunk. Hát nem sok minden. Ha bár, azért tudunk egyes-más dolgot. Például ezzel mit csinálok? Nem tudom, srácok. Eszméletlen dolgokat biztos képes vagyok, csak nem tudom mit. Ez a feladat a félházat. Ó, ez tűzijáték! Jó van, csináljunk egy kis tűzijátékot, srácok, figyeljétek! Így, tűzijáték, el fel fog ébredni! Ki fog jönni az erkélyre, figyeljetek, srácok, ki jött az erkélyre, figyeljetek, és... van egy fegyvere! No, ő is trollkodik! Jó, itt egy, megdobom egy kővel, ha! Nem jött össze, srácok, majd jöttetem, most szépen felmegyek a lakásra, és bezárjuk a büdös halak közé a raktárba, figyeljétek meg, ez szeretlen ötlet, itt is van, gyere ide! Állj meg, ne lövöldöz, el fog futni, ne, állj meg, akkor is megfoglak valahogy, gyere ide, no, meg lesz, gyere, ne lövöldöz, el kell kaptunk, srácok, meg akarom trollkodni, gyere! Oké, jó, megfogtam, és itt repke, figyeljetek, a földhöz is tudom dobni, így. Tegyél le, biztos, hogy nem most jön egy kis büntetés azért, mert lövöldöztél, figyelj meg, várj. Jó, mert elengedtem. Oj, aztán. De mész a büdös halak közé, így. Be vagy zárva, szia. Bezárlak, nem jössz ki. Mondom, hogy nem jössz ki, vész vissza. Így, és most figyeljétek, srácok, most van a legnagyobb dolog, figyeljétek. Lelézerezem. Pá! Hello, meghalok. Nem halsz meg, én ezt látom. Na, most hova mész? Figyelj! Pá! Lehet meghalt. Én nem én voltam, srácok. Ha tetszett az a videó, hát így biztos ne trollkodjatok a barátaitokkal. Ha tetszett az a videó, akkor csapassuk el a tartalmasra, lájkot, iratkozzatok fel a következő videót. Találkozunk, srácok, Kormi voltam. Sziasztok!